Beszéljünk most általánosságban a diplomáciai protokollról. Mióta létezik, és az országoknak mennyire fontos ezt a témát előtérbe helyezni? A diplomáciai protokoll az tulajdonképpen az államok egymás közötti kapcsolattartásának az eljárásrendje. Hogyha jól érzékelem, akkor azért ezen sok minden áll vagy bukik két ország kapcsolatában. Ön ezt hogy látja? Igen, igen. A formával, ugye, mert ez a forma és nem a tartalom, a formával el lehet rontani a tartalmat, lehet véletlenül hibázni, és lehet tudatosan is hibázni, amikor ezzel gyakorlatilag üzenetet küldünk a másiknak. És akkor egy diplomáciai protokollal foglalkozó diplomatának elsősorban azt kell mindig megvizsgálnia, hogy ez egy véletlen hiba, amit ugye el lehet nézni, vagy egy tudatos változtatás, ami hát valami üzenetet küld, akkor azt meg kell fejteni, és a politikát úgy kell alakítani, ahogy ezt megfejteni. Én arra is kíváncsi lennék, hogy mennyire kell jó emberismerőnek lennie aki a diplomáciai protokollban benne van, vagy a politikai vonalat kell inkább ismerni. Én ezt hogy látja? Mindenképpen a szakmai vonalra tenném a hangsúlyt, tehát én is több kormány alatt dolgoztam protokollfőnökként. Az a lényeg, hogy az ember a diplomata tudása legjavát adja annak a kormánynak, amelyik őt foglalkoztatja. Tehát kell tudni azt, hogy kell ismerni a résztvevőket is. Tehát időnként fel kell készíteni arra a saját vezetőmet, hogy a másik vezető mit fog csinálni. Szóval... Vannak még ilyen politikusok, akik ilyen önbizalommal rendelkeznek, hogy így rájátszanak erre a diplomáciára? Hát szerintem minden jó politikusnak jó színésznek is kell lenni. Ugye egy politikusnak most már arra is kell figyelni, hogy a diplomáciai protokollban a másik politikusnak milyen manőverei vannak. Mindenképpen fel kell erre készülni. Erre érdemes profilokat készíteni a partnerről, hogy mi várható tőle, mit érdemes szóba hozni, milyen magatartási formák várhatóak. Még arra is, hogy hogyan fog felöltözni, vagy milyen öltözetet érdemes felvenni az ő jelenlétébe. Az öltözékkel is lehet üzenni, a találkozó bútorzatával is lehet üzenni, tehát mindennel lehet üzenni, ami a protokollhoz tartozik, és ami egy kicsit eltér, ott valami feltűnik nekünk, hogy hoppá, ennek üzenete lehet. Mi magyarok mennyire vagyunk jók ebben a diplomáciai protokollban? Hát ugye Magyarországnak azért 1000 éves történelme van, sőt hát több, az államnak is, és hát ilyenkor van idő arra, hogy megérjen egy olyan államigazgatás, ami erre föl tud készülni. Tehát a Magyar Királyságnak, aztán a Magyarországnak, a köztársaságnak megvannak azok a hagyományai, hogy hogyan kell ezeket az eseményeket megrendezni. A politikusoknak is valószínűleg erről megvan a felfogásuk. Ezek az üzenetek, ezek nagyon fontosak. De egy másik olyan kérdés is az öltözet. Hogy amikor a Vatikánba megy valaki és találkozik a pápával, ugye van egyrészt egy egyházi protokoll, egy hívő számára ez kötelező, és van a világi protokoll, ami gyakorlatilag államfő az államfővel.